Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Remélem el tudtok rendeződni. Könyörtelen mérték, túlzó kritikusság. Ez az a séma, amiről beszélünk. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy azért érdemes erről a 18 negatív sémáról szót ejteni, mert hogy nem úgy vagyunk ebben a pillanatban sem, ahogyan ültök itt a helyeteken, hogy pontosan a valóságnak megfelelően legyünk képesek érzékelni azt, hogy most mi történik, hogy mi kik vagyunk, hogy a többiek hogyan hatnak ránk, hogy mi jó és mi nem, hogy az érzéseink, a gondolataink, a szelektált emlékeink és a fizikai állapotaink is általában sohasem csak mindig erre a pillanatra vonatkoznak, hanem meglévő élettapasztalatok különböző rétegei itt őrződnek bennünk, és ezért, miután nehéz volna azt állítani, hogy létezik olyan ember, aki egyetlen sémában sem érintett, ezért nagy valószínűséggel most is, ahogy itt ülünk, az is, ahogyan érzünk, a fizikai állapotunk van, és amilyen gondolatok kapcsolódnak hozzá, és amilyen emlékekkel most éppen itt ülünk, mert azt mondjuk, még csak bevezetőt mondja, ezt úgy is mondtam, már nem érdekes. Ahogy ezek az emlékek most mennek bennünk, ezek is már tulajdonképpen múltbéli történések lenyomatán keresztül azokat föltárva jellegeznek meg bennünket. Sajnálom. És ezért érdemes akkor beszélni a sémákról, mert a sémák minduntalan bele pofátlankodnak az életünkbe. És. De most amiről mi kifejezetten szeretnénk beszélni, hogyan tudjuk a szenvedély tüzét a kiégés helyett ébren tartani és fölszítani tartós társkapcsolatban, ez a nagy témánk. És így beszéltünk arról, hogy na-na, nem csak érzéseink vannak, gondolataink, emlékeink, és nem csak fizikai állapotaink, amelyek a sémákban kifejezésre jutnak, hanem vannak vágyaink, és ezek a vágyak minimum három rétegben őrződnek bennünk. Az első, legkorábbi rétege a vágyainknak, és annak, ami a vágyban mindig ott van, hogy teljesedjen be, elégüljön ki. Csecsemőkor. Magzatikor, csecsemőkor, pici gyerekkor. Ott van a vágyak világának egy kész világa és lenyomata bennünk. Aztán persze voltunk 4-5-6-7 évesek, ödipális korszak. Ott is nagyon erőteljesen jelennek meg a vágyaink. Ráadásul ott már kisfiúként és kislányként is vágyakozunk. Itt még inkább csak emberi vágyaink vannak. Na de itt már, anya, legyél az enyém. Apa, látod, milyen csoda vagyok. És akkor te, aki átéled magadat, mint egy kis hellőt, oda mész a kis uszonyoddal. Apa, na, hát csak jobb vagyok, mint anya, nem? Anya már ráncos, de nekem gyönyörű pikkelyeim vannak. Tehát itt már a vágyaknak nagyon sajátosan kisfiúként és kislányként is megvan a világa, és aztán persze fejlődünk tovább, és vagyunk 10 és 12 és 14 évesek, de a vágynak ebből az életkorból is rengeteg lenyomatát hordozzuk magunkban. Ott vannak ezek a rétegek, és jön egy harmadik korszak, persze a közbeülsők is. Tehát a közbelsők, vagy közbeülsők, szóval még hozhatnánk sok széket, az egyszerűség kedvéért mondjuk ezt a három korszakot, mert ezek kiemelkedőek, és ott van a harmadik korszak, a serdülőkor. Most, hogy a serdülőkor mikor kezdődik, ha a szüleinket kérdezzük, akkor 9-10 éves korban, mert akkor már elvesztik a fonalat. És hányszor hallottam szülőket, na serdül, hány éves? Hát 8 már múlt. Nem, még nem serdül, csak a szülő már nem tudja, mit kezdjen a gyerekével. És aztán ráadásul a mai kutatási eredményekről tudjuk, hogy mondjuk akkor legyen 13-14, most csak úgy mondtam, hogyha te 12 és felett, akkor mindegy nekem. De ma már a serdülőkor jellegzetességeit képesek vagyunk 30 éves korunkig is húzni. Ez azt jelenti, hogy elég elhúzódó serdülőkorral számíthatunk, és ebbe aztán már rengeteg vágyakozás belefér.
Nagyon sok vágyakozást őrzünk aztán 30 fölött is ebből a korszakból, és itt aztán még inkább megvannak a vágyaink férfiként és nőként is, már nem csak kisfiúként és kislányként, és nem csak emberként. Na most, ezek a vágyak rétegekben itt vannak bennünk, és most itt ültök 31 évesen. Ugye? Jó, 32, legyen reális. Hát itt ülünk 32, 42, 52, 62 évesen, és az az illúziónk, hogy természetesen mi a jelenben vagyunk, és a jelenben éljük át ezeket a vágyakat, itt vagyunk most, és ezt átéljük, és ez, csak annyit szeretnénk, hogy valaki szeressen, hogy valaki nézzen ránk, hogy érintsen meg bennünket, vagy csak egy öleléssel, csak egy pillantással, csak valami gesztussal, valami emberi dologra, nem? Itt vagyok 40, 50 évesen. Képzeljétek, ma kaptam egy tortát. De engem is meglepett. Rá van írva, gyönyörű torta, rá van írva, nagy szeretettel Feri atyának, aki 71 nap múlva lesz 50 éves. Ez aztán a meglepetés. Még sose kaptam születésnapom előtt 71 nappal tortát. És ezzel szépen meg van csinálva marcipánból. Na szóval... Azt mondjuk, hogy na, itt vagyok, akkor 71 nappal, 50. születésnapom előtt, és itt és most erre így és így vágyok. Ha. Csak közben, most, hogyha errefelé néznék, én... Jó, errefelé néznék, azt mondom, a jelenben vágyakozom, itt vannak a gondolatok, érzések, emlékek, fizikai állapotok, csak hát nem látom, hogy itt vannak a serdülőkori, ifjúkori összes élményeim, vágyaim, a kielégült és kielégületlen vágyaim, beteljesült és beteljesületlen szükségleteim, ott vannak, mint bennem, és ott az ödipális korszakból, csecsemőkorból, és aztán itt még a magzati kor, ezt mind hordozom magammal. És most arról beszélünk, hogy itt a jelenben, hogy tudnak beteljesedni a vágyaim, miközben a vágyaimat itt és most élem meg, azt hiszem, hogy most ebben a pillanatban vágyakozom így, és ahogy a szeretet mohóságtól szenvedő ember szokta mondani, akit szeretek idézni, mert a nyomorúsága mély érzelmi hullámokat kelt bennem, én csak egy kis szeretetre vágyom. És ezzel legszívesebben megfojtaná a társát. A vágyával. Bekebelezné. Mert ő csak egy kis szeretetre vágyik. Tehát itt érzem magam a jelenben, azt gondolom, itt vagyok, én csak a vágyom beteljes, teljesen emberi, normális, 50 éves vagyok, és közben, de én ezt nem látom, hogy ez mind itt van bennem. És amit én gondolok arról, hogy na, hogy kellene, onnan is táplálkozik, onnan is, és onnan is, és onnan is, és onnan is. Ezért olyan nehéz hosszú távú kapcsolatban tartósan elégedetten lenni. Mert egyszer csak szól belőlem a csecsemő, és azt mondja, hogy... Azt mondja, neked semmit nem kell csinálni, ezt tudod? Nem, semmit. Elég, ha vagyok. Ez nagyon jó. Elég, ha vagy. Mert csecsemőnek elég, ha van. De én szólok neki, Feri, elég, ha vagy. Jön, semmit nem kell csinálnod, te vagy. És akkor, én ezt még nem tudom, de te már tudod, hogy a szakirodalomban ott van feltétel nélküli szeretet. Az nagyszerű. Annyira jó, hogy amit én itt átélek, hogy engem feltétel nélkül szeressenek, ne kelljen semmit csinálni, hogy te azt ott már tudod, hogy ez tényleg így van. Jaj, most még jobban megnyugodtam, itt vagyok 5 naposan, nekem semmit nem kell csinálni. Jaj, de jó, és akkor majd úgy teljesednek be a vágyaim, a társkapcsolatban, hogy nem csak semmit. És akkor, hogy minden beteljesedik. És tudjátok, egy olyan érdekes gondolatra jutottam, néhány nappal ezelőtt, mindig elcsodálkozom, hogy ezt most miért nem jutott ez eszembe már 20 éve. Hogy tényleg igaz ez, hogy vágyunk arra, hogy feltétel nélkül fogadjanak el és szeressenek bennünket, de ez a vágyunk csecsemőkorból jön, csak úgy mondom, onnan, azért olyan erős, mert ott ez az életben maradás föltétele. Hát ha nekünk ott produkálni kell magunkat, most képzeld el, hogy mit csináljak 5 évesen? Harmonikázzak? Vagy mi legyen? Rajzolgassak? Nem tudok még semmit, csak vagyok. Hogy kétségkívül fontos ez az elfogadás és szeretet föltétel nélkül, de itt felnőttként már tudom, hogy a feltétel nélküli szeretetnek rengeteg föltétele van. Ezt így lehetne egyszerűen mondani.
hogy mert egy tartós társkapcsolatban élek, na most csak úgy mondom, én nem, na most így nevetekben mondom, hogy ezért tudom, már a kölcsönös neurotikus allergiának összes prüszkölését ismerve, taknyom nyálam már összefolyt, ezt hívják házasságnak. Ezért én tudom, hogy így 20 év után föltétel nélkül elfogadni és szeretni a férjem vagy a feleségem, irgalmatlan nagy emberi teljesítmény. Ezért a föltétel nélküli szeretetnek a részemről rengeteg föltétele van, vissza kéne találnom a nagylelkűségemhez, azután a jó hiszeműségemhez, jó indulatomhoz, jó akaratomhoz, jobbító szándékomhoz. Vissza kéne térnem a nagyvonalúságomhoz, bőkezűségemhez, nagylelkűségemhez, a megértésemhez, együttérzésemhez, és aztán ahhoz, hogy átéljem, hogy felőled hogy van az élet. Különben nem tudlak feltétel nélkül elfogadni és szeretni. Ezt itt 50 évesen már tudom. Tehát a föltétel nélküli szeretetet igeneljük úgy, mint egy csecsemő, felnőttként pedig rájövünk, hogy ahhoz, hogy azt tudjuk csinálni, érett személyiségnek kellene lennünk, és még akkor se sikerül. Csak néha összejön. Nem úgy van, néha összejön. És itt mondanék valamit, ez nem férek el, látjátok, az élet annyira nehéz, hogy itt ugye valaki ide rak ezeket a székeket, és nehogy lezuhanjak. És a, hogy, na, jó, itt a sok téri, meg ott megyek, na. Na, Feri. Hogy ezért nem véletlen, hogy itt mondjuk akkor már 10-20-30-40 év házasság után egészen világos nekem, most nem magamról beszélek, hanem már nekünk, na, ezt most már tudjuk. Hát mi? Ami tudjuk itt a Dürerben. Hogy ahhoz, hogy én miközben vágyom arra, hogy fogadj el és szeress engem föltétel nélkül, aközben megértem, hogy ehhez én nekem, és most jön, amit akarok mondani, ehhez tulajdonképpen néha hősiességre lesz szükségem. Hősiességre. Hogy hősiesség nélkül nem tudlak elfogadni és szeretni föltétel nélkül. Egyszerűen nem fog menni. Ha csak úgy összeszedem magam, na jó, 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 tudjátok, na jó, van, focizgatunk egy kicsit, úgy nem. Ez a hősiesség nem fog bennünket hőssé avatni, de néha hősiességre van szükségünk. A hősiességet mondhatjuk így, hogy önmagunk felülmúlásának a képessége. Miért van szükségünk hősiességre? Azért, mert a társkapcsolat egészségedre. Hú, ez a mérő jött. Tényleg, te voltál, nem? Gyógyulj meg. Hogy miért van szükségünk hősiességre? Azért, mert a társkapcsolat természete szerint föltárja az emberi élet drámai természetét. Az élet drámai. Nem tragikus, de drámai. És nem egy komédia. De néha nagyokat lehet kacagni. Az életnek drámai természete van. A társkapcsolatban pedig, egy hosszú távú kapcsolatban lehetetlen, hogy az élet drámai mélységeivel ne találkozzunk. Fogunk vele találkozni, mindenképp törvényszerűen. És itt akkor egy válaszút elé érünk. Vagy a hősiesség felé indulunk, és akkor megéljük az élet drámaiságát, nem tagadjuk, nem kicsinyítjük, nem bagatelizáljuk. És akkor egyszer csak valahogy lehetővé válik annak a feszültségnek az elhordása, hogy egyszerre akarom, hogy föltétel nélkül fogadj el és szeress, és közben megtapasztalom magamat olyannak, aki erre nem képes. De én azért erre vágyom. Tehát azért add meg nekem. És ennek a drámaiságába élek. És akkor elismerem, hogy ezt neked se kell tudni, de közben itt van bennem a vágy. Akkor ez most hogy lesz? Mondjak le az egészről, mindenről? Rá, nagyra tartom a hősiességet a társkapcsolatban. Szerintem előbb-utóbb olyan nehézségek elé fogtok állni, amelyek csak hősiességgel vihetők aztán tovább. Szerintem máshogy nem. Akkor, ha elégedettek is akarunk lenni. Ha csak úgy húzzuk, akkor nem kell hozzá hősiesség. Akkor úgy, na, valahogy úgy végig toljuk. Tudjátok? Sírig.
Na, amíg a sír el nem válaszik. Hát én ezt nem kívánom senkinek. Életre szólóan ezt a hősies gesztust meg tudjuk tenni, ami önmagunk fölülmúlása. Ez igen. Hát ez egy elég komoly bevezető volt, ugye? De már egy hetezen több rengek, hogy... Jó, elrakom itt a jelenbeli széket, és visszajövök ide a struktúránkhoz. Vágy, de most a vágy mögött ezt az egész sort képzeljétek ide. Egész sor, csecsemőkor, ödipális korszak, serdülőkor, itt van az összes vágy. A második lépésben átélem azt, hogy nem teljesedik. Hogy azt szerettem volna, hogy föltétel nélkül szeress, és most is azt mondtad, hogy ne is haragudj. Hát azért muszáj, hogy mossál fogad. Hát fogmosás nélkül meginok bennem a föltétel nélküli szeretet. Távolságot tartva el tudlak fogadni, de szívesen veszek neked fogkrémet. Vannak már nagyon jók a piacon. Anélkül nehéz lesz téged szeretnem. Tehát itt átélem, hogy a vágyam nem teljesedik be. Nem teljesedik be, és kudarc, és az élet drámaiságait megjelenik, és szomorú leszek, vagy összezuhanok, kétségbe esek, elkeseredek, csalódott leszek, hiányaim, fájdalmaim, ez történik itt. És ha tovább megyek, akkor egyszer csak átélem, hogy a vágyaim hogyan tudnak mégiscsak beteljesedni. De nem úgy pont, mint ahogy csecsemőkorban, nem pont úgy, mint ödipális korszakban, nem pont úgy, mint serdülőkorban, hanem itt és most 50 évesen. Az az egész sor hogyan teljesedik be mégis? És amiket itt mondok, az nem recept. Nem úgy van, hogy most akkor így, hanem például így, vagy valahogy így, vagy akár így is. Tehát így fogadjátok, kérlek, amiket erről a székről mondok. Mert lehet, hogy neked ez a beteljesedés, na, valahogy máshogy. De mégis megéled azt, hogy rendben van. Rendben van így. Oké. Na most, gyerünk. Annyira munkás ez az előadás. Szóval, ott tartottunk az ismétlés, hogy mi az, amiről beszéltük. Szavak nélkül, találja ki, legyen kedve hozzá, vágyjal teremtve, mindenhatónak lenni, elég, ha vagyok, nem tudok neki ellenállni, spontán, pillanatvarázsával, történjen meg. Az igazira találva, ugye akkor ez 11, ez volt, és egy személyben mindent, emlékszem, erről még volt szó, itt volt, hogy az egész és a teljes nem ugyanaz. Hogy egy személyben legyen meg minden, minden, minden. És akkor itt rájöttem, ugye ezzel fejeztük be, hogy nem csak úgy van, hogy az egész, és akkor így, hanem hogy az életnek van egy magassága, meg mélysége. És ezért egy személlyel való igazán mély meghitt viszonyomban nem csak így lesz egyre több minden, hanem egyszer csak valami elmélyül köztünk és bennünk, és ahogy elmélyül bennünk az élet, akkor azt tudom mondani, hogy jó, hát nem olyan nagy baj, ha nincs itt egy szék se. Na, ha nincs, akkor nincs. De most belenézek valakinek a szemébe, és az úgy rendben van. És akkor jöjjön az új téma, hogy itt az van, legyen tökéletes. Hát csecsemőként a tökéletesség az életben maradásnak egy sajátos záloga. Ja, mert mondjuk néha éhes vagyok, néha viszont szomjas. Néha tisztába kell tenni, néha meg kell nyugtatni, néha büfisztetni kell. Amikor jön a fogam, akkor valahogy meg kell valahogy gyógyítgatni engem, de én még nem tudom, hogy jön a fogam, mert én ezt nem látom, csak azt, hogy nagyon fáj, akkor csoda kell. Csoda, hogy ez mégis valahogy kibírjam. Az nagyon-nagyon nehéz, mikor jön a fogam. Néha csikar a gyomrom, jaj. És én nem tudok magamért semmit se tenni. Tehát tulajdonképpen egy tökéletes valaki kell, aki orvos, gyógytornász, szociális munkás, pedagógus, pap, de legalábbis lelkész. Mind egy személybe kérem, és legyen az a neve, hogy anya.
Így, erre gondolok. Tehát legyen tökéletes, mert különben mondjuk, ha orvosilag nem jó, akkor ha fáj a hasam, baj van. Ha muszáj, hogy orvos is legyen. Jó. Na, itt ez a vágyam, hogy legyen tökéletes. Itt már most a feleségemről beszélek. Mikor még egyéni beszélgetéseket folytattam, jött hozzám valaki, akivel a házastársi nehézségéről beszéltem, egy hölgy, és jött, és már láttam, hogy milyen sápadt, és beesett az arca, és valahogy úgy kibukott belőlem, hogy mi van? Na, férjed? De mi a baj vele? Hogy van. Ezt mondta, és még a beszélgetést el se kezdtük. Még nem ültünk le, ez még a folyosón megtörtént. Tehát itt sanyarúan rájövök, hogy iszonyatosan tökéletlen. És ebből levezetem, hogy nem lehet vele élni, szörnyű és kibíratatlan, elviselhetetlen, neurotikus allergia, nem is folytatom. Hogyan teljesedik be az a vágyam, hogy legyen tökéletes? Hát hogyan lehetséges ez? De ne úgy, mint csecsemőkorban, hanem hogy. Muszáj elolvasnom, mert nem tudom egyébként. Az egyik, hogy... Látjátok, amikor egy korszak tudatosul. És valaki megéli, hogy ez is én voltam egykor. Most érzi, hogy valami vágya nagyon szorongatja. Nem tudja, hogy beteljesedik-e. Szóval, legyen tökéletes. És akkor itt mi történik? Rájövök, hogy sose lesz az. És egyszer csak elkezdenek bennem tudatosulni az értékei. Ettől még nem lesz tökéletes, de rácsodálkozom értékekre, és az értékekre való rácsodálkozásom kezd el is mélyülni. És milyen nagy dolog, mikor azt mondom, hogy én olyan egy szerencsés pasinak érzem magam, hogy az én feleségemben újból és újból a legnehezebb helyzetekben is van valami olyan gondoskodó, meg törődő. Hogy tényleg összetudtunk veszni, iszonyatosan ordítoztunk, csapkodtuk minden. Eltelt 2 óra, írt nekem egy e-mailt, első emeletről, földszintre. Hát így csinálják az ismerőseim. Ha összevesznek, és érzik azt, hogy már nem tudják a beszédben való kommunikációval a helyzetet rendezni, e-maileznek. Nagyon jól bejött nekik. Az az érdekes, hogy a nőnek is. A nő tudományos munkatárs. Tehát ő nagyon szeret e-mailezni, és akkor az emeletről kap egy e-mailt a férje, hogy kész a vacsora. És akkor itt vagyok, és azt élem meg, hogy tulajdonképpen ez... Hát sokkal nagyobb lenne a valószínűsége, hogy ez ne így legyen. Hogy egy ilyen ordibálás, csapkodás, őrület után a feleségem azt mondja, hogy akkor egyé mackó sajtot, mit érdekel engem? Jött van abban a kis kör alakú dobozban, egyed, mit érdekel engem? De nem, hogy ír egy e-mailt, maci sajt a dobozba. És akkor egyszer csak a feleségemnek valami tulajdonsága, valami erénye, elkezd bennem elmélyülni, és átélem, hogy ez egészen másképp is lehetne, és mikor megélem, hogy ez másképp is lehetne, hogy én például ezt nem bírom csinálni, mert mikor összeveszünk, én látni se bírom, hogy ilyenkor mindig ő ír e-mailt. Én soha. Ezt mindig ő csinálja. Hogy tulajdonképpen ez milyen jól esik nekem. És ilyenkor elkezdek hálás lenni. És mikor elkezdek hálás lenni, egyszer csak azt mondom, nem, a feleségem nem tökéletes, de amikor ezt csinálja, senki mással nem cserélnék. Ezt annyira jól csinálja. És én ezt nem tudom csinálni, és hogy csinálja, és na... Nem kell nekem más nő, csak ne ordítana annyira.
Ez a másik, akkor legyen tökéletes. Ugye a csecsemőkori vágyunk, ugye az van bennünk, hogy hát én úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Ugye ezt akarom, hogy mondd nekem, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. Mikor szoktunk ettől félni? Akkor, hogyha azt mondom neked, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy, már nem fogsz változni. Nem szeretjük ezt a mondatot mondani. Egyszer kiejtem a számon, hogy te úgy vagy jó, ahogy vagy, ó, te jó ég. Hát azt utálom, hogy késik. Most azt mondtam neki, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. Itt rájövök, hogy a mondatot mondhatom másképpen is. Így mondom. Jó vagy úgy, ahogy vagy. Nem úgy vagy jó, ahogy vagy, hanem jó vagy úgy, ahogy vagy. És ha egy picit fejlődnél, akkor jó vagy úgy, ahogy most vagy. És aztán két év van, na így, aztán nagyon jó vagy úgy, ahogy most vagy. De nagy dolog, hogyha ezt most magam felé fordítom, és azt mondom, hát gyermeki vágyam az, hogy azt mond nekem, Feri, jó vagy úgy, ahogy vagy. Nem fordítva, ugye, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy. De hogy elfogadom, hogy nem azt mondod, hogy úgy vagy jó, Feri, ahogy vagy, hanem hogy jó vagy úgy, ahogy vagy. De azért kicsit fejlődhetnél. És ez teljesen oké. John Gottman, amerikai családterapeuta, hogy minden alkalommal idézgetem őt, azt mondja, hogy egy kapcsolatnak kezdenek beharangozni, amikor mind a két fél kölcsönösen azt gondolja, hogy a létrejött nehéz helyzetért a társa a felelős. Ez egy tünete annak, hogy a kapcsolat nagy bajban van. De nagy dolog azt mondani, hogy képes vagyok fölismerni a saját tökéletlenségemet, és ez már a tökéletesség egyik jó iránya. Oké. Okay. Hát igen. Most a tökéletesség, csak nagyon gyorsan hadd hozzam ide azt, amiről beszéltünk után fél évvel ezelőtt. Emlékeztek, Carl Rogers, annyira bírom, mikor valaki zseniális dolgokat mond még az előtt, hogy számokkal bizonyítható kutatási eredmények lennének. Na, Rogers egy csomó ilyesmit csinált, sőt, a fő bűvében azt írja le ott a művének a végén, ez a valakivé válni, azt mondja, hogy a pszichológusoknak abba kellene hagyni a számolgatást. És végre fölfedezni, hogy emberekkel van dolguk. És ezért Carl Rogers egy csomó mindent még nem számolt ki, és zseniálisan látta, hogy miről van szó. És emlékeztek, ezért azt mondta, ezt a két dolgot hadd idézzem föl, az egyik az volt, a boldogság nem egy állapot, hanem egy folyamat. És a boldogság nem cél, hanem irány. A tökéletesség nem egy állapot, hanem egy folyamatban levés, ahogyan tökéletesedünk. És nem egy cél, amit nekem most el kellene érnem, amit számon kérek magamon, és miért nem vagyok így, vagy főleg a feleségemen, hanem egy irány. Egy irány, amifelé kétség kívül én akarok menni. A boldogság, vagy a tökéletesedés nem cél és nem állapot, amit számon kérek rajtad, hanem folyamat és irány. És itt ezt tudom, itt. Ott azt mondom, nem az legyen állapot, itt és most, és már történjen is meg. De itt azt mondom, nem. Olyan idén a 35. jegyes pár jegyes oktatásával foglalkozom. Pedig még csak április van. Még lesz több. És volt már olyan velem, 21 éve csinálom a jegyes, nem tudom, ilyen csoportokat, oktatást, ezt nem szeretem, de hülyeség. Én oktassak valakit, hogy legyen jegyes, vagy hogy? Hogy elgondolkoztam azon, hogy mikor fiatal ember voltam, mondjuk 30 éves, az első jegyeseket néztem, ott gusztáltam őket, meg szagolgattam őket, úgy itt vagyok még fiatalon, akkor az volt bennem, hogy ezzel a nővel nem.
És akkor mondta, jaj, de jó, hogy nem én ülök itt. De hát attól én még tudom őt esketni, mindegy, ők tudják. Rendben. És akkor, hogy nézegettem, hogy többször, olyan 3-4 évenként elkezdtem nézni, tulajdonképpen én mi alapján választanék párt? Hát ez nagyon foglalkoztat ez a kérdés. Annyi ilyesmit láttam, hogy ebbe szeretett be valba, hogy én nekem mi lenne a fontos. És hogy az, amit most 50 évesen nézek, tényleg egy kicsit körbe is nézek, amit most néznék, az köszönő viszonyban sincs azzal, amire 30 évesen gondoltam. És egy nagyon érdekes élményem volt, egyszer egy férfi meg egy nő voltak jegyes csoportban, beszélgettek, és a nőnek nagyon pontos elvárásai voltak. A pontos alatt azt értem, hogy pontosan tudta, hogy mit, hogyan kellene a férjének, a leendőnek, és a számon is kérte rajta, meg közeledett az esküvő. És ott egyszer csak a férfi kifakadt, ülök a kék székre, úgy kifakadt, azt mondja, na jó van már nekem, hát elég ez. Hát miért akarod te azt, hogy én már készen legyek? Hogy ne kelljen már készen lennem? 27 vagy 42 évesen. Nem vagyok készen. És aztán később olvastam a szakirodalomba, hogy ahogy most megyünk a 2010 nem tudom hány felé, nagyon sok nőnek a fantáziájában a kész férfi modellje szerepel. Tehát azt, hogy milyen férfivel szeretnék élni, nem egy olyan valakivel, aki majd készül, és készebb, és készebb, és készebb, és készebb, és ezt ráadásul együtt fogjuk csinálni, hanem legyen kész. Hát most, hát azért akárkihez nem megyek. Legyen készen. És erről eszembe jut egy élményem, megrázó. Voltunk egy egyházi valami fesztiválon. Vannak egyházi fesztivál? Nem tudom. És egy magasrangú püspök sétálgatott ott a sorok között, és a magasrangú püspök mellett volt egy nem magasrangú pap, és ő előre valahogyan ott próbálta a helyzetet mindig csiszolgatni, és készre. És a mi sátrunknál azt csináltuk, hogy a gyerekek, mint ahogy most a futáson is, kézműveskedtek. És akkor tésztából csináltak nyakláncot. Ődesek. És jött ez a nem túl magasrangú pap, és mögötte jött a nagyon magasrangú pap, és akkor ez a nem túl magasrangú pap, ahogyan próbálta a helyzetet rögtön úgy készre csinálni, odaállt, én ott álltam, és éppen néztem, hogy készül egy nyaklánc, és azt mondta, szervusz Ferenc agyom, bíboros úr mindjárt jön, jaj! Tehát ez a magasrangú pap mindjárt jön, és akkor azt mondja, van valami készáru? De ezt olyan gyorsan egyben mondta, hogy készáru, nem is értettem, tudod, készáru. Készáru, készáru. Gyerekkorotokban játszottatok azzal, hogy szavakat mondtatok nagyon gyorsan, és teljesen elvesztette a jelentését, ugye? Ugye bárányfelhő, 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 bárányfelhő. Megvan ez, hogy már azt se tudjuk, mi ez. Na, és ez a pap azt mondja, készáru van? Készáru, készáru. Mi az, hogy készáru? Készáru. Készáru, kiszáru, kiszáru, beszáru, beszáru. És hogy hirtelen fölfogtam, hogy arra gondol, hogy a gyerekek azért ülnek itt, hogy nem tudom én, ez a tervgazdaságban, a kommunista szombaton, amit most egyházi fesztiválnak hívunk, hogy ők itt készárukat készítenek különböző színű tésztákból, pont azért, hogy azután természetesen egy főpap egy gyerekek által elkészített nyakláncot ételből készáruként megkapjon. Úgy elképzeltem mondjuk egy mellkereszt mellé egy ilyen... Szerintem jól mutat, de...
És hogy tudatosult bennem, hogy mit jelent ez a szó, hogy készáru, hogy kicsit, hogy felszívtam magam. Tényleg van ez így velem, mint ahogyan a Terézvárosi templomban emlékszem, hogy ott nem készárut készítettünk, hanem például farsangoztunk, és ott nagyokat táncoltunk, és egyszer csak, hogy táncolok ott na, hevesen, a fiatal Terézvárosi hölgy rám néz, azt mondja, Feri atya, de szenvedélyes. És akkor én meg úgy kihúztam magam, azt már nem. Na. 7 év papnövendégség után, én aztán nem, én mértékletes, arany közép, ja, az itt van. Arany közép, csak úgy. Így. Ilyen egy jó pap. Jön, megy. Láttátok? Így mértékletes. Annyira jó esik. Kevesebb vagyok ilyen, tudjátok? Szóval, na. És akkor rájöttem, hazamentem, mondom, hát engem mindenre fölkészítettek, csak az biztos, hogy nem került elő erényként, hogy legyek szenvedélyes. Hát a 7 év alatt én nekem biztos, hogy egyetlen pap sem mondta, hogy egy jó pap szenvedélyes. Na, valami, hát nem, erről nem esett szó. Nem, kimért, megfontolt, higgadt, bölcs. Hát hogy legyek 29 évesen bölcs? Nem tudok bölcs lenni 29 évesen, de azért én elvártam magamtól, de nem tudok az lenni. Arra gondoltam, hogy egy valami hasonlót hallottam én a papnevelő intézetben. Egy idős papa. Apu! Egy idős pap kétségkívül azt mondta egyszer, hogy ma azért a jó pap olyan, mint egy vizsla. Mikor szagot fog, nem ereszti. Úgyhogy rajta van az evangelizálás témáján, ez a szagot fog. Ezt tudom társítani a szenvedélyességhez, más nem annyira. Szóval, mikor egyszer csak hallottam ezt, hogy készáru, akkor az összes szenvedélyességem föltört belőlem, és azt találtam mondani, ennél az asztalnál nincs készáru. Itt gyerekek vannak, egyik se készáru. Azután vannak mindenféle tészták, nem készáru. Van hozzá madzag, nem készáru. Nem, itt készáru nincs. Ezért nem hordanak a püspökök. Ételből készült nyakláncot. Tehát... Nincs készáru, nem. A férj nem készáru, feleség nem készáru, készül. Ez jó, ez egy jó nyelvjáték. Feleségem eddig ké, most szül. Na jó. Ennél rosszabb már nem tudok lenni. De lehet egyébként, tudjátok, ez a jó hír mindig. Azt gondolod, ez ennél rosszabb nem lehet? De igen. Ezért most se vagyunk rosszul. Jó, tehát itt volt, legyen tökéletes. Ne. Nem cél, nem állapot, irány és folyamat. És onnan vesztettem el a fonalat, hogy most már 50 évesen teljesen mást keresnék, mint 30 évesen. 30 évesen egy csomó kész dolgot kerestem én is. Kész, legyen ilyen és olyan és amolyan. Ezek már mind passzoljanak, mint két kicsi legó. Úgy. És ezzel kapcsolatban megosztanám egy örömhíremet. Ma már több legó van, mint ember. Tehát a legók győzelemre állnak. Szóval, hogy most már például a következő jutna eszembe.
Nem, egyáltalán nem kell késznek lennie. Mondjuk, hogy ha látom valakin azt a nyitottságot és rugalmasságot, hogy képes közléseket befogadni. Ha látok nyitottságot és rugalmasságot, hogy amikor egy nem is olyan könnyű helyzetben vagyunk, képes közléseket befogadni. Hogy egy visszajelzést képes nem elutasítani, hanem azon elgondolkozni. Hogy egy helyzet, amikor mind a kettőnknek nehéz, akkor ő ott képes néha váltani. Most már sokkal inkább látom, hogy ha ezek megvannak, nem kell, hogy kész legyen. Egyáltalán nem. Irány folyamat. És hogy az irányban és a folyamatban ott rejlik a tökéletesség, amit keresünk. Következő azt mondja, hogy feltétel nélkül. Na, hát ezt már itt kiíragoztam. Ízom az úr, de arra gondoltam, befejezem ma. Feltétel nélkül. Nem. No. Eskedtem néhány hete. Is. És olyan érdekes gondolataim támadtak, ugye akkor olyan nagyon még a virágzás előtti tavasz volt, éppen úgy kezdtek, aj, hát a cseresznye, néztétek a cseresznyefát. Oj, most a nagy szél miatt már minden elment, úgy sajnálom. Lett volna egy kicsi szélcsend, és a cseresznye. Ja. Szóval eszembe jutott egy pici mag, hogy egy milyen, hogy egy kicsi magban is mekkora bölcsesség van. Ez a föltétel nélküliséghez mondom, hogy föltétel nélkül szeretni. Hogy például egy kicsi mag, hát pedig mi sokkal bonyolultabbak vagyunk meg minden, de hogy egy kicsi mag milyen zseniálisan alkalmazkodik a környezetéhez. Megérzi, mikor van elég meleg, mikor süt a nap, hogy vannak azok a körülmények, hogy úgy elinduljon, megérzi a január végét, február elejét, már ott mocorog, de alkalmazkodik ahhoz, hogy most sült, és most esik, és egyszer csak 20 fok lett. Lenyűgöző, hogy egy pici magocska milyen zseniálisan képes alkalmazkodni. És hogyha nem kicsit hidegebb van, akkor még marad. Nem süt. Ízek még. Még most se süt. Zseniális. Egy pici mag alkalmazkodik az időjáráshoz, a csapadékhoz, a meleghez, a napfényhez, az ásványi kincsekhez és a többihez. Nyom elemekhez. Aztán egy pici mag nem csak alkalmazkodik, hanem igazodik. Mégpedig igazodik a saját természetéhez. Zseniálisan igazodik a saját természetéhez. Pontosan tudja, hogy mi a dolga. Hogy mit kell csinálnia. És az pontosan mindig teszi az alkalmazkodással összefüggésben. És kezdi kibontakoztatni saját magát. Bele van írva valaminek a törvénye, valami szabálya és rendje, és ő ehhez igazodik. És egyáltalán nem érzi azt, hogy mekkora baj, hogy ő ehhez igazodik. Ehhez a belső mértékezés világhoz, ami ott van a leglényegében, ott van legbelül benne. Haj, de szép, ez pici mag ezt megcsinálja. Igazodik a belső lényegéhez, és közben alkalmazkodik a körülményekhez. És közben mit csinál egy pici mag? Hát nézitek ti a természetet? Ugye, légyszi, hogy napról napra, hétről hétre mindig különböző helyeken vannak fák és bokrok és cserjék és virágok. Nézem, hogy mi történik velük 2-3 naponként. Megvan a növény, amit kaptam tőletek. Megvan oszlopos tiszafa. Gyönyörűen növekszik. Jól érzi magát, gyökeret eresztett nálam. Elneveztem Márcsnak. Mert úgy néz ki, mint Márcsnak a hajai. Minden héten megöntözöm, köszöni, jól van. Nézegetem ezt a Márcsot, hogy hát szóval nem csak igazodik és alkalmazkodik, hanem mi az, amit még csinál.
kifejezi magát. Gyönyörűen kifejezi magát. A tulipán kifejezi magát. Mutatja magát, megmutatja magát, nem rejtőzködik. A vadszőlő elkezdett nálam futni. Kapaszkodik. És ezt a hármat, hogy igazodás, alkalmazkodás, és mi volt a harmadik? Önmaga kifejezése, rugalmasan csinálja. Rugalmasan. Hát van hova kapaszkodni, igen. Na, ha egy kicsit innen süt a nap, akkor megy arrafelé. Na, onnan nagy a szél, jó, akkor egy picit meghajlik. Ha, kevésbé éri. Lenyűgöz engem, hogy ez a pici magocska ezt mind meg tudja csinálni. Igazodik, alkalmazkodik, kifejezi magát, és mindezt rugalmasan. Le vagyok nyűgözve. És az mekkora szám, hogy én egy pici magban ezt látom. Ezt ő mind tudja? Hát ezt mind tudja, érdemes elültetni. És akkor elkezdem nevelni, és törődök, és gondoskodok, és ápolgatom, és öntözgetem. Há, tavasszal azért adok neki egy kis tápot. És képzeljük el, hogy a pici maga férjem vagy a feleségem. Na gyere te! Na! Van egy történetem, azt fogjátok mondani, hogy talán ilyen nincs is, de képzeljétek el, nem akárkitől hallottam, egy olyan valakitől, aki növény élettan tanszéknek a tanszék vezetője. Azért akkor már tud valamit. Azt mondja, hogy Ferencsik János karmesterhez járt, és ápolta, gondozta a kertjét. Ferencsik János, biztos hallottátok a nevét, nagyon szeretett a kertjében lenni, és amikor egy koncertről megjött, akkor a következő rítusa volt, hogy mindig kiment a kertjébe, akármikor is érkezett haza, és volt ott egy bokor, és ő ezt a bokrot mindig átölelte. Átölelte. Nagyon szerette, igazi jó sűrű bokor volt, jó, gyönyörű, zöld, friss hajtár. Egyszerűen szeretgette ezt a bokrot. És valahogy ez jó volt neki is, meg jó volt a bokornak is. Több mint 10 éven keresztül csinálta. Mindig megjött a koncentről, kiment a kertbe, átölelte a bokrot. Kicsit úgy együtt volt a bokorral. Ferencsik János meghalt, a bokor 1 hét múlva elkezdett elszáradni. Néhány hét múlva elpusztult. Egy bokorra így hatunk. Mert mindaz, ami bennünk van, az hat arra a növényre. És azt mondja ez a, hát egy tudós ember, azt mondja, hogy ez engem nagyon izgatott, mert én saját szememmel láttam, hogy így volt. És elkezdtem picit utána kutatni, utána nézni szakirodalom mindenfelé, és ténylegesen úgy van, hogy hatunk arra a növényre. Hatunk. Hát kisugárzásunk van, hát tudjuk. Most semmi, nem tudom, mit nem kell idehozni, egyszerűen szó szoros értelmében kisugárzásunk van. És hatunk, és azt mondja, hogy nagy valószínűséggel az történt, hogy ez a bokor megszokta az ölelést. Hozzá tartozott az egyensúlyához. Nem csak öntözést kapott, és tápot, és meleget, és napfényt, hanem ölelést is. És hogy nem kapott ölelést, jó, értitek? Megyek. Bárcsak én érteném. Következő. Igen, erőfeszítés nélkül. Ugye a pici baba, neki ne kelljen semmit csinálni, erőfeszítés ne legyen benne, menjen magától. Erőfeszítés nélkül. Itt rájövök, hogy nem megy erőfeszítés nélkül. Egyszer valaki olyan dühösen azt mondja nekem, Feri, mikor meghallom ezt, hogy önismereti munka, na akkor fölmegy az összes pulzusom. Hallja, ez annyira hülye ki, mert önismereti munka, egész nap melózunk, és akkor befejezem a munkát, hazamegyek a feleségemhez önismereti munkát végezni. Hagyjatok már ezzel! Persze, mondhatjuk, hogy nem munka, hanem kaland, meg felfedezés, meg minden.
munka. Dög nehéz néha és dög fárasztó néha, fölemelő, átjáró, fölszabadító, gyógyító, minden. De munka. És itt az történik, hogy azt mondom, az volt a vágyam csecsemőkortól kezdve, hogyha te munka nélkül, erőfeszítés nélkül legyen, a vágyaimmal teremtsem. És itt rájövök én magam, hogyha beleteszem magam, jobban ízlik. Nem tudom, hogy vannak-e ismerőseitek, amikor valamikor ez a megkattanás sokakra jellemző, hogy 40 éves kor körül rájönnek, hogy ők szőlőt fognak termeszteni. Ez ugye ismerős nektek. És emögött van egy sandán, de kimondott gondolatuk, hogy abból lesz bor. És ami szerencsétlenségünkre lesz is. Akkor jól járunk, hogyha ezek a nagyszerűen tehetséges, ám de mindenféle tapasztalat nélküli borászok a borukat ajándékba adják, mert így tulajdonképpen szabad fölhasználásra nyílik lehetőségünk. Ám de amikor meghívnak mondjuk Balaton csicsóra, és akkor saját termés. Ez ne. Csak ezt ne. Ezért egy igazán rutinos Balaton felvidéki kirándulásra érkező ember mindenképp egy kis tokaival érkezik. Hogy az, ha minden kötél szakad, az, és akkor az a kis tokaival azt az iszonyatos saját termést valahogy le lehet öblíteni. Megvan ez az élményetek? És mindenki, úgy tudjátok, hogy beesik. És ahogy a házigazda, akinek a borra ő csinálta, persze nem tudunk bort csinálni, ez már az emberi gők. Hogy csinálsz bort? Hát a szőlőt meg tudod metszeni, le tudod permetezni, le tudod szedni, meg tudod... Na de bort nem tudsz csinálni. Mikor egy háziasszony azt mondja, hogy sütök, ne hülyéskedj. Te 600 kilósra fölmelegíted a kezed, és akkor... Ha nem tudunk sütni, de sütőbe be tudjuk tenni, és a sütő meg nagyon tök forró. Nem tudunk sütni, meg bort csináltam, azt a megyárját. Komolyan? De hogy, benned erjedt, vagy hogy csináltam? És amikor ez a kedves házigazda látja a mi hihetetlen fanyar arcunkat, akkor történik a fordulat, mert tölt még egyet, és azt mondja, ez nem pancsolt. Ez nem pancsolt, nincs benne semmi. Na pontosan ezt érezni. De most biztos, hogy 30-an vérig sértődtetek. Szóval mit akarok ezzel mondani? Hogy még azt az elviselhetetlen anyagot is, amit azt mondod nagy büszkén, hogy te csináltad, hogy egész más, mert te csináltad. Hogy itt az van benned, hogy ne kelljen semmit se csinálni, az erőfeszítés nélkül legyen. És itt azt mondod, hogy én dolgoztam meg érte, én készítettem, én. Hogy tudjátok, hogy a flow kutatások most már egyértelműen bizonyították, ennek az élettanát is elkezdték kutatni. Tudjátok, hogy mikor vagyunk áramlás élmény, amikor önfeledten jól vagyunk, hogy ez mindig összefügg a saját erőfeszítéseinkkel. Nem akkor vagyunk flow-ban, amikor ott fekszünk a tengerparton, akkor legfőjebb óceán érzéseink vannak. Az más. Akkor ott elfeküdtünk, egy vagy. Ez iszonyú jó, csak nem flow. A flow, amikor éppenséggel valamit hatékonyan csinálsz, beveted magad, a képességeid mennek, de közben ezekre szinte nem is figyelsz, megy, és közben csinálod, és megvan a kockázat, és na, az flow. És tudjátok, hogy a flow, amikor átéljük ezt az áramlás élményt, ez kell nekem, ez az áramlás élmény, hogy abban mindig van stressz is. A flow nem stresszmentes állapot. Az óceánérzés, mikor fekszel a parton, és 2 kilométeres körzetben nincs medúza,
az óceánérzés. És akkor sem. Iszonyú jó. Ez jó, de ez az óceánérzés. És a flónál nem 42 a pulzus. 70. Szóval, még az élet tapasztalatainkból is tudjuk, hogy az, amit annyira keresünk, ez az önfelett boldogság, amiben átéljük a saját hatékonyságunkat, hogyha élünk, élünk, az tulajdonképpen valami erőfeszítésnek is az eredménye. És akkor itt csak gyorsan mondom azt, amit már tudtok. Ugye emlékeztek, hogy már a patkányok is megcsinálnak egészen egyszerű dolgokat azért, mert bár nem kapnak jutalmat érte, ha nem csinálják meg, nem kapnak érte büntetést, akkor miért csinálja a patkány? A patkány azért csinálja, mert már a patkány is átéli, hogy ha valamit meg tud csinálni, az neki jól esik. Mert egy önjutalmazó rendszer működik bennünk. És mikor a patkány megcsinálja, büntetés és jutalom nélkül jól van a kis patkány teste. Na! És a... Hát nem az van neki, nem? És a emberszabású majmok pedig, emlékeztek is erre, három lépésből álló, bonyolult folyamatot képesek megcsinálni jutalom és büntetés nélkül, és ezt megismétlik, és újabb dolog, rájönnek egy egyszerű zár kinyitásának a nyitjára azok a majmócák, és jól vannak tőle, és a ketrecben megcsinálják, akkor is, ha nem kapnak értem, na, mit? Tudtam, hogy ezt mondjátok, valami mást mondjatok. Madártejet. Nem kapnak érte madártejet, akkor is megcsinálják. Azért, mert az ő majom, agyuk ilyenkor... És a majom teste jól van. Na ezt a szót is lehetne hosszan mondani, és elvesztenünk azért. Majom test, 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 majom test. Ugye, hogy már eltűnt? Ugye neked már rég? Jó, hát nem mindenki olyan tökéletes, mint te. Jó, nem ragozom, hogy mennyire tulajdonképpen ahhoz a vágyhoz, hogy jól legyünk, ahhoz itt ebben a székben megéljük, hogyha benne van az erőfeszítésünk, még jobb is. Ott az a csecsemőkori és magzati és minden, hogy ez anélkül menjen. Ez nem mond ellent annak, hogy néha annyira jó, mikor fekszem az ágyamban, így mindjárt, és reggel van, és a férjem minden reggel, miközben én még csak ott vagyok, csípás szem, kócos haj, büdös test. Jó, hát nem büdös, csak tudjátok, ismeritek a... Na, ismeritek ezt, hogy mi az? Kicsi, barna, és a fa tövében van. Nem az? Izzadt mókus. A... Pont kihagytam a büdöset, ez lett volna a lényege. Látszik, hogy késő van. Tényleg, ezt pont kijöttem be. Ettől volt, lett volna jó, de így lesz. Hol tartok? Igen. Ja, hogy fekszem. Nőként fekszem. Igen. Ezt mondtam nektek múltkor, nagy derültséget keltettem, mikor azt mondtam, na képzeljük el, hogy egy férfi vagyok. Na és ez történt, így elkezdtem. Jó, hát nem könnyű elképzelni ezt. Hát itt fekszel, ezt azért mondom, mert van egy ilyen ismerős párom. Hát úgy párom, nem értitek. Ott az történt, hogy minden reggel a férfi beviszi az izzadt mókusnak
be a kávét úgy melegen, ahogy szereti, mellette három cukor helyett, három kis tablettácska, nehogy elhízzon. Ott van. És ez nagyon rock and roll. Ott feküdni és megkapni. Én ezért várom, hogy a robotizálás most már haladjon. És akkor én mondjuk 70 éves papként fölkelek, de nem kelek föl, hogy fölébredek, és akkor jön R2D2, és akkor tud is beszélni, már van benne magyar program, és mondja, te jó, de nekem cukorral hoz, te R2D2, ne szórakozz. Most hova szaharinozzak te? Jó, gyerünk a dolgok elejére, mert elveszek teljesen a fogyókúrába. Tudatosság nélkül. Ugye, ha már gondolkodni kell, mert tudatosan meg minden, az már nem jó. Itt mire találok rá? Azt mondom, hogy a tudatosságban az is benne van, és tulajdonképpen a tudatosság legszebb tulajdonságát szeretném kiemelni, ami számomra legszebb benne. Az nem az, hogy valami bölcsesség, meg valami tisztánlátás, meg valami előrelátás, lényeglátás, folyamatorientáltság, rendszer szemlélet, gondolkozás. Szerintem a tudatosságnak nem ez a legszebb része. Ti mit szerettek a tudatosságban? Mit csipáztok benne? A jelenlét. Ó, ez ma nagyon megy. Ez a jelenlét. Ez jó? Jó, jó, jó. Köszönöm. Nekem a tudatosságban a leg-leg-leg vonzóbb a világosság. Hogy világos van. Hogy utálom a sötétet. Utálom. És hogy a tudatosságban ott van a fény. És hogy nem tudom, hogyha visszagondolunk a gyerekkorunkra, hogy rendben van, hogy valaki hangolódjon rám, és legyen tökéletes, és adjon meg mindent, és nekem csak lenni kell, ez nagyon jó. De azért egy gyerek mégiscsak ahhoz képest, amilyen világosság egy felnőttben tud lenni, azért sötétben van. Akkor megszületünk, még a világot is feje tetejére állítva látjuk. De mekkora kiszolgáltatottság azért a magzati lét is, meg a pici gyerekkor. Akárhányszor erre gondolok, hogy melyik életszakaszban szeretnék élni, én soha többet nem akarnék gyerek lenni. Soha. Nincs benne elég világosság. A gyerekkorból annyi élményem van, hogy nem értem, és nem tudom, és fáj, és nem tudok vele mit csinálni, és nekem ebből sok élményem van. Lehet, hogy nektek nem. Akkor ami nektek jól esik. Ha van valami, amit szeretek itt, hogy nagyobb a fény. Főleg, ha ti is vesztek Snoopy-s plakátot, ami foszforeszkál. Nekem ott van a kis hálószobámba. Tehát, ha leoltom a világosságot, látom még a lábujjaimat is. Ez a hold. Foszforeszkál. Ja, most hirtelen az jutott eszembe, hogy nevettél, hogy nem tudom, hogy 71 napon leszek 50 éves, furcsa. Jó. Jó. Gyerünk, menjünk, mert rövid az élet. Következő. Konfliktus nélkül, gond nélkül. Ez a jó. Konfliktus ne legyen, gond ne legyen. Itt átéljük. Hogy szokták mondani? A házasság egy arra a célra létrejött intézmény, hogy megoldjunk olyan problémákat, amelyek házasság nélkül nem is lennének. Hát itt átéljük, hogy csurig a gond, szügyig a probléma, ebbe gázolunk, veszünk el benne.
Itt meg egyszer csak, hogy ilyen gondnak róla. Ah. Ettől nyugodtan. Nem zavar. Azt mondja, hogy tíz. Első gondolat, ahogy észlelek házastársi konfliktusokat, ott újból és újból azt állapítom meg, hogy nem maga a konfliktus az igazi nagy probléma, hanem az, ahogyan a konfliktushoz viszonyulunk. És ennél van egy még érdekesebb dolog, hogy nem csak az az igazi nagy nehézségünk, ahogy a konfliktushoz viszonyulunk, hanem ahogy a konfliktusban egymáshoz. És nem egyszer a párterápia semmi más nem tesz, mint azt mondja, hát én ezzel a konfliktussal nem tudok mit kezdeni. Itt van egy kifelé forduló nő, egy extravertált nő, csacsog, csetel, mondjátok még, e-mailezik, SMS-ezik, telefonál, na, és néha még beszél is. Tehát ezt ő mind csinálja, és van neki egy férje, kamionos. Ez. Hát most hazamegy. Igen, nehéz ügy. Hát erről beszélünk, hogy nehéz ügy. A nehéz ügy. Most a világ legzseniálisabb párterápiája is, mit csináljon velük? Hát mit csináljon egy befelé forduló férfivel? Mit csináljon vele? Hát nem olvas Mikszáth Kálmánt, meg Móri Zsigmondot. Tehát néhány egyszerű szóval megvan. Tehát olajszint, lóerő, vám. Ezzel ő nagyon jól megvan. A világ legzseniálisabb terapeutája se tud ezzel mit csinálni, hogy ő egy befelé forduló, meg egy kifelé forduló. Hát ezért nem is érdemes elmenni a terápiára. A terapeuta mit csinál? Szóval képessé teheti őket arra, vagy ezt a képességet föl elevenedheti bennük, hogy ehhez a kérdéshez, hogy azt mondják, hogy nem te vagy az igazi, rájött, hogy veled nem lehet élni, egyszer be nem áll a szád, kibírhatatlan vagy, komolyan mondom, már alig várom, hogy üljek benne a kamionba, és komolyan mondom, úgy örülök, hogy ezek dízelek, na olyan morognak, az annyira, hogy nem benzin, nem lehet veled élni. És mit mond a nő? Velem nem lehet élni. Hát, ha egy hirdető oszlop feküdne mellettem, az közlékenyebb lenne. Hát azon legalább havonta van valami új info. Hát de te meg semmi. Három szó. Vám, motorolaj, ennyi. Hát néha legalább cseréd már le a vakolatot. És akkor a terápia hatalmas eredménye. Nem az, hogy ő befelé forduló lesz, ő meg kifelé, mert akkor ugyanaz lenne a probléma, ugye? A terapeuta rágyúrt, és hirtelen rájött, hogy most megfordultak, és ugyanott tartanak. 4 év munka után. És már nem lehet visszacsinálni. Hanem, hogy azt mondják, hogy hát tulajdonképpen rájöttem, hogy mindig is tudtam, hogy ilyen vagy. Hát itt meg akartam őrülni ettől, azt gondoltam, elrontottam, hogy nem te vagy az igazi, hogy nem lehet veled élni, és teljesen nem tudom, hol volt a szemem, mikor beléd szerettem. És akkor most eljutottam oda, hogy nem, ez tulajdonképpen ez mind rendben van. Néha őrítő, de. És akkor a férj azt mondja, hogy hát tulajdonképpen én meg szeretlek, mert te vagy a feleségem. Hát én emlékszem, hogy mennyire jól esett nekem, hogy a randin, te az összes szorongató helyzetből kihoztál minket. Mert én ettem, te beszéltél. Ittam, te beszéltél. Én elmentem a WC-re, és...
Ilyenkor egy picit mindig elvesztettem a fonalat, de kétségkívül aztán rájöttem, mert azért érteni értem, csak nem mondom. Megváltozik a gondhoz, a problémához, a konfliktushoz fűződő viszony. De ez hogy szokott megváltozni? Hogy megváltozik a viszonyom, a megértésem és az együttérzésem a társammal. Hogy megélem, hogy összetartozunk. Hát most nagyon egyszerűen szólva, ez hozza a változást. A nő ugyanaz marad, meg a pasi is. De a problémához és a problémában az egymáshoz fűződő viszony radikálisan megváltozik. Ez a gyógyulás. Nem az, hogy változ meg, mert így. Nem változunk meg. Legfőjebb persze irány és folyamat, és alakulunk és formálódunk. De parancsszóra nem változunk. Én még parancsszóra soha. De most be kell fejezni. Már csak néhány pont maradt, és akkor utána azt tervezem, hogy most már ellépünk a társkapcsolat, meg szenvedély, meg minden, szeretnék visszatérni, ahogy ezt befejezem a következő alkalommal, a kiégéshez. Mert azért csak onnan indultunk el, hogy akkor a kiégésnek a folyamatát is végérvényesen leírnánk, és akkor be tudnánk fejezni. Az is úgy de fontos, mert pont a közepénél vagyunk. Köszönöm a figyelmet.